Krisztus és az ő igazsága. Fontos gyakorlati leckék. Nem csak szép elmélet és üres tanítás úgy tekinteni Krisztusra, mint Istere és Teremtőre. A Biblia minden tanítása gyakorlati hasznunkra szolgál, ezért ezzel a célral kellene tanulmányoznunk azt. Nézzük először, milyen kapcsolat létezik e tanítás, és az Isten törvényének központi parancsolata között. Egy Mózes második rész, első három versei leírják a teremtés történet befejezését. És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégezi Isten heted napon az ő munkáját, melyet alkotott, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott és megáldá Isten a hetedik napot, és megszenteli azt, mivel hogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremte szerzett vala Isten. Ugyanezt a kifejezést találjuk a 2 Mózes 20. rész 8-tól 11 terjedő versekben. Ezek a versek elmondják, mint ahogy természetes is, hogy az, aki teremtett, meg is pihent. Isten hat napon át munkálkodott, Megteremtette a Földet, megpihent a hetedik napon, és megszentelte azt. De már láttuk, hogy az Atya mindent fia által teremtett, és Krisztus hozta létre mindazt, ami létezik. A következtetés elkerülhetetlen. Krisztus megpihent a hetedik napon, a teremtés hatnapos munkája után, megáldva és megszentelve ezt a napot így a hetedik nap vitathatatlanul az úrnapja. Amikor Krisztus azt mondta a zsörtölődő farizósoknak, hogy a szombatnak is ura az embernek fia, Máté 12.8, akkor kijelentette, hogy ő az úr e nap felett, amit ők formálisan tartottak meg, és ezt olyan szavak által fejezte ki, amelyek arra mutattak, hogy a szombatot saját tekintéje különleges szimbólumának tekintette, ami azt bizonyította, hogy ő nagyobb a templomnál. Így a hetedik nap a teremtés Isten által elkülönített emlékműve. A szombat a legtiszteletre méltóbb nap a többi nap közül, mivel az a különleges rendeltetése, hogy az ember elméjét Isten teremtői hatalmához irányítsa. Az ember ezt az egyetlen bizonyítékot kapta, ami igazolja az ő istenségét. Amikor Krisztus azt mondta, hogy az ember fia a szombatnak az ura, akkor ő magáinak mondta a teremtő magas címét, melynek aktivitásáról tanúskodik ez a nap, mint egy emlékmű. Mit fogunk felelni tehát arra gyakran ismételt kielentésre, miszerint Krisztus megváltoztatta a nyugalom napját a teremtés emléknapjáról egy olyan napra, aminek nincs ilyen jelentősége. Azt fogjuk válaszolni. Ha Krisztus megváltoztatta, vagy megszüntette volna a szombatot, akkor olyasmit szüntetett volna meg, ami Istensége mellett tanúskodik. Ha Krisztus eltörölte volna a szombatot, akkor nem fejezte volna be saját kezemunkáját, és ezáltal önmaga ellen fordult volna. Az az ország pedig, amely magával meghasonlik, nem állhat meg. De Krisztus nem tagadhatja meg önmagát, ezért nem változtatott egyetlen jótát sem mind abból, amit ő maga határozott meg, és az, ami bizonyítja Istenségét, méltóvá teszi őt az imádatra minden pogány Istenek felett. Ugyanolyan lehetetlen lett volna Krisztus számára megváltoztatni a szombatot, mint megváltoztatni azt az igazságot, hogy ő minden dolgot hat nap alatt teremtett meg, és a hetedik napon megnyugodott. A gyakran ismételt kijelentések, miszerint az Úr a Teremtő, azt a célt szolgálják, hogy állandó erőforrások legyenek az ember számára. Figyelemre méltó, ahogy a Kolossé beliekhez írt levél első fejezete egymáshoz kapcsolja a teremtést és a megváltást. Ahhoz, hogy teljesen megértsük a mondani valóját, a 9. verstől a 19. versig fogjuk olvasni. Ezért, amely naptól fogva ezeket hallottuk, mi sem szűnünk meg, értetek imádkozni és kérni, hogy beteljesedjetek az Ő akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben, hogy járjatok az Úrhoz méltóan, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremve és növekedjetek Isten megismerésében, és hogy minden erővel megerősödjetek dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett minket a Szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki kiragadott minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának országában benne van a mi váltságunk, bűneink bocsánata, aki képe a láthatatlan Istennek, és minden teremtmény előtt született. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és őre nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak. Ő a kezdet. Elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben övé legyen az elsőség. Mert tetszett az atyának, hogy benne lakozzék az egész teljesség. Nem véletlen, hogy az a csodálatos kijelentés, miszerint Krisztus a Teremtő, össze van kapcsolva azzal az állítással, hogy benne van a megváltásunk, amikor az apostol elmondja óhaját, hogy minden erővel megerősödjetek dicsőségének hatalma szerint, akkor megérteti velünk, milyen hatalomról van szó. Amikor a sötétség hatalmából való szabadításunkról ír, akkor megértett velünk valamennyit a szabadító hatalmából. Bátorításul mondja el, hogy az egyház feje minden dolog teremtője, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, hogy abban a biztos nyugodalomban éljünk, hogy az, aki fenntartja a világot, megvédi az ő gyermekeit is. Figyeljük meg a kapcsolatot Ézsaiás 40. fejezet 26. versével. A fejezet bemutatja Krisztus csodálatos bölcsességét, aki néven szólítja az ég minden seregét, helyükön tartva őket, az ő ereje és hatalma által. Majd ezt kérdezi Miért mondod, Jákob, és szólsz ekként Izrael? Elrejtetett az én utam az úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem? Hát nem tudod é, és nem hallottad é, hogy örökké való Isten az úr, aki teremti a föld határait. Nem fárad, és nem lankad el. Végére mehetetlen bölcsessége. Ellenkezőleg erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Hatalma abban nyilvánul meg, hogy a nem létezőből teremt dolgokat, és ezért csodákat tud tenni az erőtlenekkel. Ő erővé alakítja át az erőtlenséget. Mindaz, ami elménkben tartja Krisztus teremtő hatalmát, lelki erőnk és bátorságunk megújítását szolgálja. A szombatnak pont ez a célja. Olvassátok el a szombatról szóló 92. Zsoltárt. Az első négy verse így hangzik. Jó dolog dicsérni az urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges! Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltadat. Tíz húró hegedűvel és lantal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Milyen kapcsolat létezik e versek és a szombat között? Pont az a tény, hogy a szombat a teremtés emlékműve. Az úr azt mondta, és Adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az úr, az ő megszentelőjük. Ezékiel 20.12. A zsoltáros Isten akarata szerint tartotta meg a szombatot, elmélkedve a teremtés felett és az Úr által kinyilatkoztatott páratlan hatalmán és jóságán. Ezen elmélkedve a zsoltáros megértette, hogy Isten, aki olyan nagy dicsőséggel öltöztette fel a liliomokat, hogy meghaladta a salamon királyi dicsőségét, sokkal jobban törődik értelmes teremtményeivel. Felnézve az égre, amely Isten hatalmát és dicsőségét hirdette, és megértve, hogy a semmiből lett megteremtve, az a bátorító gondolat jutott eszébe, hogy ugyanaz a hatalom munkálkodni fog benne is, és megszabadítja az emberi tehetetlenségből. A zsoltáros örült és gyönyörködött Isten keze munkáján. Isten hatalmának ismerete, amelyet a teremtés feletti elmélkedés által szerzett meg, bátorsággal töltötte el, amikor megértette, hogy ugyanazon hatalom áll rendelkezésére. Hitáltal kapta meg ezt az erőt, mely által sok győzelmet aratott. Pont ez a szombat célja, hogy Isten megmentő ismeretét hozza el az embernek. A legelfogadottabb érv a következő. Első. Az Istenbe vetett hit az ő hatalmának megismeréséből születik. Az iránta való bizalmatlanság magában foglalja az ő képességének semmi bevételét, hogy teljesíteni tudja ígéreteit. Istenbe vetett hitünknek egyenes arányban kell lennie az ő hatalmáról szerzett valós ismeretünkkel. Második. Isten teremtett világának értelmes szemlélése segít egy igazi koncepció kialakításában az ő hatalmáról, mert az ő örökkévaló hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva alkotásaiból megérthető. Róma 1.20 Harmadik. A győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 1 János 5.4 Mivel a hit az Isten hatalmának megismeréséből származik, az ő igéjéből és a teremtett dolgaiból, ezért Isten keze munkája által van a győzelmünk. Azáltal, ha értelmes módon szemléljük a szombatot, amely a teremtés emlékműve, akkor ez egy frissítő forrásá válik a keresztény számára a küzdelme során. Ezékiel 20. fejezet 12. versének is ugyanez az értelme. És Adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ők közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Tehát tudva azt, hogy Isten akarata a mi megszentelődésünk, a szombat jelentősége arra tanít minket, hogy Isten hatalma viszi véghez ezt a megszentelődést az életünkben. Ugyanaz a hatalom, amely által Isten teremtette a világokat, szükséges azok megszentelődéséhez, akik hozzá kiáltanak. Minden bizonyal, amikor ez a gondolat teljes elfogadást nyer, az őszinte lélek számára örömöt és vigasztalást hoz az úrban. Ebben a világosságban értékelni tudjuk Ézsaiás 58. fejezet 13. és 14. verseit. Ha megtartóztatott szombaton lábadat, és nem űzöd keftelésedet Szent Napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. Ezáltal a szombat a hitünk nagy támaszává válik, amely felemeli a lelket Isten trónjának magaslatára, hogy a vele való kapcsolat állandó legyen. Néhány szóban összefoglalva, a következőket tudjuk mondani. Első. Az Úr örökkévaló hatalma és istensége megnyilatkozik a teremtésben. Róma 1.20 Második. A teremtő képesség Isten hatalmáról tesz bizonyságot. Harmadik. Az evangélium Isten hatalma az üdvösségre. Róma 1.16 Negyedik. Az evangélium kinyilatkoztatja azt a hatalmat, amely által létrejöttek a világok, és amely most az emberek megmentéséért munkálkodik. Mindkét esetben ugyanarról a hatalomról van szó. Ezen nagy igazságok fényében nincs helye annak az ellentmondásnak, hogy a megváltás nagyobb a teremtésnél, mert a megváltás teremtést jelent. Lásd 2 Korintus 5.17 és Efézus 4.24 a megváltó hatalom egyenlő a teremtő hatalommal. Isten megváltó hatalma az a hatalom, amely képes megszabadítani az embert az értéktelen mi voltától, és olyanná tenni, hogy az egész örök át Isten kegyelmének dicsőségét szolgálja. Annak okáért, akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják neki lelküket, mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. 1. Péter 4, 19.